A szerződéskötésen az iskola néhány tanulója is jelen volt, bár ők nem vehetnek részt a kadét programban, mivel az csak a jövő évben, a 2024-2025-ös tanévben indul felmenő rendszerben. Ennek ellenére a legtöbben jó lehetőségnek tartják az újszerű képzési formát. Úgy hiszem a Honvéd kadét program remek lehetőség az itt élő diákok számára, bár én végzősként már nem vehetek részt a programban, bár remélem, hogy Rengetegen választják majd a képzést és az iskolákat, hiszen itt rengeteg csodás élményre, illetve tudásra tettem szert. A Szent István Gimnázium újfehértó egyetlen középiskolájaként működik, az általános tagozat mellett emelt informatika, valamint emelt angol és német tagozattal is várják a tanulókat. Bár a működés stabil, a pedagógus létszám megfelelő, a kis létszám osztályokban hatékony a munka, az intézményvezetés szerint a fiatalok helyben tartása érdekében folyamatos fejlődésre van szükség. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert két nagyváros között helyezkedik el Újfehértorn, ugye a gimnázium, és nagyon nehéz fölvennünk a versenyt a nagyvárosok gimnáziumaival. Úgyhogy öröm számunkra, hogy ezzel is bővíthetjük a kínálatunkat a helyi diákok felé. A magyar kormány 2017-ben vezette be a Honvéd Kadét programot, amely mind a honvédség, mind a képző intézmények szerint egyre népszerűbb hazánkban. Jelenleg több mint 7000 kadét tanul Magyarországon, számuk egyre nő is. A Kosszisz Szent István Gimnázium a 9. Szabolcsi Iskola, amely csatlakozott a kadét programhoz. Ugye a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett programban tanulmányátlagtól függően, ahogy emelkedő 35 és átlag fölött, ahogy ez a szakképzésben is megállapításra került, ösztöndíjban részesülnek a kadétok. De a tanórai a honvédelmi ismeretek oktatásán túl a következő szinten már a szabadidős tevékenységben gyakorlatilag olyan értékeket kapnak, amelyeket nem csak a katonai pálya során tudnak a, használni, alkalmazni, hanem civil életükre is vonatkozhatnak ezek a képességek. A bajtársiasság, a fegyelem, a pontosság, a közösségért való tenni akarás nem csak a kadétprogram alapjaiban jelenik meg. Ezek a Kolping oktatási intézmények központi célkitűzései is a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció mellett. A Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezetben 13 iskola működik, ebből Szabolcsvár megyében kettő, egy általános iskola Pócs Petriben és a Szent István Gimnázium Újfehértón. Újfehértó a gimnázium, egy szem gimnáziumunk a rendszerünkben, és azt gondolom, hogy az országnak egyébként is olyan pontján van, ahol fontos az, hogy olyan minőségi oktatást tudjunk helyben biztosítani az itt élő fiatalok számára, ami nem csak a tartalmában, hanem a korpingos szellemiségben is készíti őket az életre. A mai alkalom ehhez egy, ha szabad úgy mondanom, a fűszer, hiszen a kadétprogram az egy kiegészítő lehetőség, illetve egyfajta új területet nyit meg a gyerkőcök számára. Az újfehértói gimnáziumot 1961-ben alapították. Működtetője 2008-ig a város, majd a szabolcs szatmár bereg vármegyei önkormányzat volt. 2012. szeptemberétől tartozik a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény Fentartó Szervezet irányítása alá, amely célja a gondozás mellett a felzárkóztatás, a családi életre való nevelés és a közösségi szerepvállalás erősítése.